hogy a rúg fog nyerni, hogyha a Complexity nem húz valami érdekeset, de az a Bastion már nálam egy kicsit erős. Érdekes. Mondták, hallottam a mesét az analizbeszélek, hogy rúg talán hasonlóan játszik a Gibraltáron, mint mondjuk Reunited, és ezért azt mondanám, hogy kicsikét veszélyesek lehetnek a Complexity-re, de mondjuk a Complexity tegnap megvetett a Cloud9-t. Úgyhogy... Igen, de a Rogue meg elég nektesen kapott ki a Reunited-től, tehát hogy... Ilyen nagyon hosszabbításos negyedik pályák sorozatában volt ez, ha jól emlékszem, tegnap. Nagyon jók a beszédek a karakterek ezt nem is között. Hallottam még amúgy. Hogy én ideges vagyok? Én nem vagyok ideges. Nem vagyok ideges. De jó van. Jön az első. Mappunk, mint látjátok, a playerek nem változtak. Maradtak ugyanazok. Igen, és ez még mindig BO3. Hát lesznek majd BO5-ös dolgaink, de ez még BO3. Na de. Látjuk is azonnal Nikolásztól szokásról Tracer, meg se lepődünk rajta. Ez... Hát elég sok a Tracer ezzel, de a támadóban jó is a Tracer. Nézzük, hogy védekezőben igazából sajnos elváltották azt a bizonyos Bastion. Igen, de viszont Hardblue-nál ott van a Roadhog, és az egy nagyon kedvenc karaktere neki. Főleg múltkor is, tehát pont itt nyerték meg a Cloud9 ellen tegnap a játékot, és itt mondták is, kérdezték is tőle, hogy úristen, a Roadhog támadó mekkora ötlet volt, és így mondta, hogy hát igen, hát bejöttek a húkok. Kérdés, hogy most be fognak-e jönni, de a kifejezett ménye Hardblue-nak a Roadhog. Reinforce, ez nagyon durván meg lett ott rektelve. Olyan fókuszt kapott, hogy ez eszméletlen brutál volt, és... Tehát... Most így is tank. Most jó is a hook. Hoppá! Hardblue. Nem az övé volt a kill, de... Hát... Complexity. Ezt elég könnyűnek mutatja nekünk. Igen, Tracerrel Nikolás bárhol ott tud lenni azonnal. Tehát eszmentelen jó. Hát mondjuk azt, hogy support DPS-nek mondanám, hogy így mindenhol be tud segíteni, ha arról van szó, hogy jön a hook. Oké, tehát ott is vagyok és segít lőni. Tehát... Tracer most konkrétan így veszélyezteti a Genji maineknek a játékát, mert egyre többet hozzák a játékosok. Viszont védekezésből Reaper pedig így, hát kimozdíthatatlan. És nézzétek meg azt a ez a Graviton Surge. Nagyon szép volt, de hát a Transcendence mellé jön a Dragon Blade, és még egy gyors hatot is láttunk, úgyhogy két support minuszba már Rogue. Vagy most hát a Complexity. Complexity, igen. Rezetelni kell az agyom. Annak ellenére eszmetlenül jól kibírták a Graviton Surge Death Blossom kombót az a egyetlen Sound Barrierrel. Aztán még jött a Transcendence is, tehát nagyon szép volt, de ennek ellenére ez sem volt elég, tehát... Az a hook viszont elég durva lett volna, ha itt csak ugye a fejét elpittyent és úgy tudja holgához húzni, az szép play. De ami biztos, hogy az új patch-el majd megszűnnek ezek a... Ó, és egy új, újdonsült kis újításokban egy kameraképet látsz egy játékosról, ez tök jó. A nevét oda lehetne írni amúgy, hogy mikor ki, de ez jó pofa. Ez tetszik amúgy. Például a League of Legends-ben végig látod az arcokat. Hopp, oj, Twiku egy hármas, ott a négy! Oj, de csak a végére értünk oda. Állam, ez 5 volt hirtelen. Ez ilyen, aha, ez hogy szólóz le a támadó csapatot egyedül? 2.0, szép. A fenébe. Hát... De 4-et mutat a feed, a kill feed csak 4-et mutat. De ez eddig... elég korrekt, azt kell, hogy mondjam. Tehát így... Igen, és nem nagyon tudja meglepni a Complexity a rúgot. Kellene valami eszméletlen új húzás. Ezek a tehát pont a rúg az egyetlen olyan csapat, aki olyanokat húz top csapatok ellen, hogy a Reunited is pislogott, mikor így ilyen bementek Hanamurára, meg ilyenek. Tehát ez az együttes eszméletlen beteg módjára játszik. Látható, próbálnak valamit kispammelni, fölugrálni, hogy kimozdítani az embereket. Trikó meg is hal gyorsan. Látható, Arblow is megérkezik.
az atmoszférával. És ahogy nézzük, a Complexitytől kicsikét köszönünk el, és ott fogadtam, jön egy jó Graviton Surge. És a Complexitynek a szép támadása meg lett állítva. De azt mondom, hogy Vinzeli így Zarya-val elég könnyű lőni, de hát egyszerűen nagyon jól követte a célkeresztelés, majd a Genji-t is. Majd a látható szokáson fönt helyezkedek el, megint szemből fognak kijönni a Complexity játékosoknak, szóval hogy látjuk, elhasználta a Sound Barrier, de a másik oldalt egy Joe Meister elhasználta a sajátját. Látunk a Transcendence, meg egy Dragon Blade-et is. Lesz, ki fog erre jobban kijönni, de látjuk, hogy Tork már egy-két megszerzett. Knoxon, ami elég fontos kill, mert supportról beszélünk. De, rúg. A védekezés. Úgy néz ki, hogy jól sikerült a támadása a rógnak. Vagy bocsánat, a Complexitynek. Sikerül get végre, igen, de ha megnézed az időt, az elég hosszú már. És ugye pont arról beszéltek a kollégák, hogy ilyen 6 percet tolt, azt hiszem, a rúg tegnap itt, és a Complexitynek föl kell kötni a gatyáját. Húha, és jön ott a dara, hát itt nincs ez még meg. De az Winston Shield. Nagyon jó volt, az igen. Nagyon ütembe jött le a Winston Shield. Várták volna azt a Graviton Surge-et, Unko időközben duplázik az anyatával. Nincs az meg, ahogy mondtad. Nincs az meg. Olyan könnyen, mint ahogy ezt gondoltuk. És itt megint nyernek legalább egy percet. Ha be is jön a Complexity végig, eszméletlenül hosszú ideje lesz. Majd. És ez a meccs most ugye azért megy, akit most veszít, az kiesik. És ettől is búcsúzunk a Gamescomról, tehát most akinek most már komoly tétjei vannak, és azt hiszem a negyedik, ötödik hely is pénzdíjazásban részesül, tehát most már nem csak úgy poénban játszanak a játékosok. A hetedik, nyolcadik is azt hiszem. Abban nem vagyok biztos talán most hirtelen. Hop-hop, időközben. GK-ja megrik Noxot, de hát megint jó a Rogue-nak a védekezés, mint látjuk, akám osztja az észt a Peacemaker-rel. Ott láttuk egy Primary-t is, de hát sajnos a csapat az kihalt mellőle. Ő is meg fog halni, ugye Hard Rogue-ról beszélünk. Easy, azt mondja. Igen, itt van a 7. 8. már nyert $5000 Team Dignitas Cloud 9-ról beszélünk, ugye az a két utolsó csapat. Most azért, hogy a verseny, hogy kimarad 5. 6. is 7500-zal gazdagodik, mert a 3.-4. helyénél már $15000 a díj azért az nem rossz. Azaz a csúnyán dupla a különbség. Na, az megint nagyon jó, úristen. Ebből csak húzzák az időt. Eddig nagyon szép, mint a Junko megint duplázik az az anyattával, nem látjuk az anyattát, hogy csinálja ezeket a duplákat, hogy csak a feedet látjuk, hogy itt 2 kill, ott 2 kill, de már majdnem az a DPS szintjén van. És ez látszik is a Complexitynek a támadása, mert nem tudnak bejönni. Nagyon jó DPS is ki lehet tolni azzal a zeniatával, és lehet vele pörgetni a DPS, de igazából a számottevő dolog az ez az orb volt, amit most AKM gyönyörűen megkapott, és egy hitből lőtte fején ugrás közben Genji. Időközben dupla, Nikolász érkezik, de nem volt effektív, mert ott egy Transcendence, mint látható, másik oldalt is egy, de Complexitynél mínusz egy van, tehát látunk egy Reinforce dupla kill-t. Most nem akarok mit mondani, de hogy Vince egyszerűen másodpercenként Graviton Surge-ezik, ez brutál. Hát hogy csinálja, mondj. Hát előbb nyomta el, aztán most megint elnyom. Hát nagyon jól gyűjti a százalékokat rá. Ebbe a jó védekezésben most Vince nagyon-nagyon sokat. És kint van a nevünk, látod? Köszönjük szépen. Green is Western, Current Custers. Köszi! Fish sticks, jó? Fish sticks, te legyél Jason. Mindegy, majd egy néhány hónap múlva majd így bejön Green is Western is. Wow!
Hát úgy legyen. Ugye annól ilyenekre gondoltam, hogy ezzel amúgy föl lehetne dobni a stream kinézetét, például ilyen beugró sávokkal, és mondjuk ott a mi nevünk van, nagyon jól néz, nekem ez nagyon tetszik, amit most a Blizzard így összerak minőségileg. Hát a Blizzard az mindig minőségi dolgokat csinál. A játékait kivéve persze, a hülyéskedek. Na de hát... Most a Rogue fog támadni, és a Complexity védekezni, és ez a 79 méter, ez nem az a megtehetetlen táv, főleg a Rogue-nak tegnapi teljesítmény után, de mondjuk új napot írunk, attól függetlenül, de itt meg akármi megtörténhet, lehet a Complexity meg tudja védeni, itt ezt az első pontot szükségük lenne rá nagyon, utána nem már... Inném. Utána már azért... Látjunk a következő pályára. Nézd meg Twikut, az egy drót fogod, három tankkal állnak föl, meg két supporttal. Ez viszont egy taktikai húzás. Egyértelműen jó taktikai húzás lesz. Annyira a papírok most a Complexity karakterek, hogy így... Három tankkal be fognak masírozni elsőre. És a Roadhog mind képes még top DPS kitolni egyedül, tehát az egy nagyon jó választás. Jön a kocsi, hogy az elejét elengedte mind a két csapat, nincs értelme, ott láttunk egy húkot, de ott egy visszahúkot is, és Twiku volt meg Harbo hát által. Azért mégiscsak jön a main Roadhog. Most egy pici szünetje van a komplex agyarúgnak. Ameddig vissza nem ér a bizonyos Roadhog, addig biztos. És te kit mondanál, most egy picit beszéljünk magunkról, amíg van időnk, hogy neked ki az abszolút mained, mint mondjuk most Hardblue-nak a Roadhog? Nagyon nehéz megmondani, mert én fara maineztem régebben. Csak hát így a fara az így majdnem esélytelen, játszani már kompetitív is. Abból egy tort nagyon piszkálgat. Most a Luciot meg a Reapert próbálgattam meg az egyáltalán. Az árom. Bomba nem volt annyira jó. Why no sem, tehát. Se volt, most elcsúszott. De ott a fötlen jó a fight. Azt meg kell mondani, hogy ott egy holdogot is látunk Harblue-tól. Egy Jinkövi egy duplázik. Mit is mondtál tegnap? BKV? Valami ilyesmire emlékszem, hogy... Igen. Jó. BKV, igen. Aki Pesten lakik, az tudja, hogy miről van szó. És te mivel játszol? Mi a három mained? Ja, hát három mainem, fú, igazából így nem tudom, mindig ami kell. Amit nagyon kedvelek, az Tracer. Mostanában Reaperrel játszok elég sokat, de amúgy a legtöbb órám az olyan Widowmaker Macree-be van, pedig nem jutok velük játszani egyáltalán. Hardblue, nagyon csúnyán nagyon lett verve. Vikulok a Reaper-je az oszt. Igen, ez a Primer Rage, ez már egy ilyen végső csapás, hogy na jó van, húzzuk még egy kicsit az időt, de úgyis el fogjuk veszíteni. Jó damage az amúgy, meg folyamatosan ugrálsz, szétlököd az embereket folyamat, tehát nincs meg a pozíciójuk, a AKM. És nézzek, ezt megcsinálják megint. De már amúgy le is cserélték a három tankot kettőre. Támadóba Reaper, hát... Jó az amúgy, nincs vele baj. Főleg Gibraltáron itt azért nincsenek akkora távok, ha meglátod. Lehet bújni, lehet flankelni. Én szerintem ide nagyon jó a Reaper. Már ugye a Graviton Surge az, ami csak most van, és az jól átolja Vinz, ahogy most, hát egész, el is tolja egész jól. Csak az a baj, hogy jó helyre ment, de nem ment damage, tehát így. De úgy néz ki, elég volt, mert Nox duplázik, valamilyen oknál fogva tud. Kettőt ölni a Lucio. Ami számomra érdekes, hogy a D.Va pikkeket szinte egyáltalán nem látjuk, meg láttuk eddig, már most a komplexitőnél pont ott van. De hogy itt pont védekezésre van a D.Va pick. Közben én úgy gondolom, hogy azért az egy bőven offenzívebb hős.
Szoktuk, de nem olyan main pickek már ezek a divák, pedig így mostanában mindenhol divák folynak a csapból. Nem sikerült lelőni. Pablo gondolom, lelöki. Na most sikerült. Viku nem tud föntről jönni, és aztán is kell egy transzcendens, mint látható. Munkónál. És a másik oldalt is elmegy, Shake-től, és a die, az a Viku, de nem sokáig tartott, egy kill volt ebbe a próbálkozásba. Hardblue. Mennyire idegesítő az a diva. Szép lassan rongyol befelé a rogue. És már nagyon közel van, mint látható az a kocsi, hát... tehát így... Én nem is kell, hogy megszerezzék a checkpointot, elég, ha csak egy kicsivel tovább tolják. Ó, akám, az a hármas, de roppan a pompa, Ádló egy dupla! Kivárt azzal a McCree ultival, hogy... minél több kilt elvegyen, de az baj, hogy ő is belehalt ebbe. Egyszerűen nagyon meg lennék lepve, hogyha nem sikerülne a rúgnak bevinni ezt. Ez... néznék magam elé, azt nyilván berúg, ez egy nagyon esélyes ennek a Major-nek a megnyerésére. Tehát ott van a Korea United Dal, mert azért szép meccseket játszanak ők is. Ez a United mellett konkrétan az évek is a rutin szól, meg a sokkal jobban összeszokott csapatjáték. De attól független ez a rúg, mint európai csapat, jó, nagyon. Mi van, 2 percük, mondjuk, de eddig nem nagyon sikerült még így megközelítést se. Most eltolták oda a kis rampához a kocsit, és az ott áll már egy jó perce, másfél perce. Tehát, talán hát az... a high ground előny eszméletlenül meglátszik most. A pályának ez a legnehezebb része, amikor föntről ugranak rád. És teljesen szétszednek, mint látható Vince már meg is halt az elején. Az jó volt az a vonat, az kellett. Robban a bomba is, Shake, jó volt a sticky, de attól függetlenül csak 3 ember él már a rógnál. Nem tudom, megéri-e fájtolni, főleg 6 ember ellen, de mint látjuk, Twiku behalt is, ahogy látjuk a McCree is meg fog halni, mert nem tud kijönni. Miközben látjuk Twikut váltani. Igen, muszáj volt, engyere. Talán lesz arra ideje, hogy meglegyen egy Dragon Blade-je. Tork. Hát belőtte, inkább az, hogy Tarkon lőtte. Mindenki ugrál befele, de Hardblue divával duplázik, és Tork is tud duplázni a végére. Hát, talán most ez egy, hát későn jön a Genji. Genji Dragon Blade nélkül nem túl sokat ér, de tudjuk, hogy a megtörhetetlen védekezéseket általában a Genji Dragon Blade-del nagyon jól lehet szétszeletelni. De erre nem lesz már ideje, tehát 15 szek van vissza, nem fog betöltődni. Talán. Elkész sokat nőtt most. Hopp, Twiku, most azért megkezdő, hogy 5 ember védekezik. Hát most lehet meg az a overtime, most petolás, mert az Oplacity már 3 ember mínusz. Látható, Shake vált Soldier-be. És ülj AKM, 2 tap. Srát, és meg fogják csinálni AKM, 4 kill. Hát mi van itt? Ezt nézhettük volna most. Ezt replaybe vissza kell nézni. 4-et lőtt és 4 fejesben elhozta a killt. Nagyon izgalmas amúgy, én nem ilyenre gondoltam, hogy ez ilyen lesz, de ez most nagyon föl vannak szívva a Complexity játékosok. Eszméletlen volt. Végére, hogy megint ez a pszichológia játszik. Az utolsó 5 másodpercben valahogy megjön egy boost, és
egyszerűen átviszik. Tehát ez... Pontosan nem tudom, hogy vagy... Tehát... Eddig nem sikerült. Ott volt nekik rengeteg idejük. És most a végére... Azért összejött. 1-0. Rúgnak következő pályát. Nem tudjuk még. Well, gentlemen, there it is. A little bit closer than we maybe would have expected here on Gibraltar. Sturr started off by saying, I don't think Complexity realized that this is maybe not such a great map for them here, but it went close in the end. Let's start at the start. We saw the Roadhog from Harblu. Do we have the approval? Hallgassuk egy kicsit a srácokat akkor most. Visszaadjuk az Onisdesnek. Wins, yeah. They got the hook onto Wins. Reinforce went deep. The hook came in, both tanks dead. Perfect, they got the point. It was looking great for them on the first attack, second attack, because Rogue went overly aggressive at the start. So it all worked out very well for them, but unfortunately, in the end, it didn't work out. I mean, they had to make changes, and this is something that both teams seem to be a little guilty of there. The switching was a little slow on Heroes. So after we got to the hangar phase here for Complexity, what sort of happened there as well? They seemed to struggle with Rogue being set up on the shuttle. Yeah, they were up on the high ground and they were relying still on Harblu on that Roadhog, and Roadhog's hook doesn't go that far, so they were running out of options. They were trying to push up the top right, but even when they did really coordinate it, Lucio speed boost into the top right room to try and take some of the high ground, they were hit with a Graviton Surge. It came in. Right now on screen, we're seeing the first push from Complexity. Actually, right here is where Wins is going to be grabbed by Harblu in just a second, getting backed up. He was a little bit aggressive with his shield, didn't have it to save him really well. Blocks that Earth Shatter even for the rest of his team, but backing up Harblu gets the great pick there, and that's what lets them get forward on this point. More interesting, the positioning was just so bad. They were overextended. You could see that they came from that bottom ground, and now we're going to get into this hangar phase, and Tavik just going ham. I don't understand how they couldn't target him down. The one time that Reaper is actually vulnerable, he can't shift away, is when he's ultim. Yes, right here. I believe Graviton Surge in a second. If not, no. They were hit up there. This is the defense now coming out here from Complexity. So they actually set up in a different way than you thought they would, Stu. You said this is not how they held yesterday. Oh yeah, Complexity yesterday was not holding on the top of the shuttle. I think being beat as bad as they were by Rogue a moment ago, by them holding on the top, made them say, you know what, we're going to do this as well. We're going to be up on top. And it really worked well for them. I think Rogue made them a better team by holding that defense as long as they did. Yeah, and a lot of these team fights were just back and forth. You can see that they finally cleaned them up at the end, but it was OT. It went the full way. I want to say AKM even at the end. It just showed up so well. There are a few moments you pointed out. Momentum. Innen nagyon rossz. Tehát pont egy rossz kamerába voltunk, tehát hogy oké, hogy megöli, ezt láttuk, de megnéztük volna egy keresztel együtt. I mean, there was a couple of times he got the triple dead eye in earlier on, and but they couldn't complete it because Harblu then got their back line. It was a very mishmash. Certainly not the clear, crisp performance I always expecting from Rogue. Very ropey for them. So clearly both teams this morning not feeling at their best right now. So what's up with the mentality from going your Complexity, right? They still obviously lost the map, but you had a pretty average offense phase and you move into defense. How do you make that transition from a poor offense into actually putting up a very solid hold there in the hangar phase? Yeah, mentally I feel like that was their biggest victory. I mean, when you're in that big deficit, you're looking at it, you're like, you know what, guys, I think we're just going to lose this point. But they actually had a great defense, and they were even, it was a slow start for them. It seemed like they gave up a lot of ground, and they kept losing members, and then they still held, which was the strangest thing. Like, we saw them go down one or two men, and then they still win 4v6 battles. That's exactly what I'm saying, is we've never seen Complexity hold on the top of the shuttle. All the games they've played Gibraltar, and they played it so much, we haven't seen them do that, but Rogue did so well at holding them. That when it came to that point, they finally decided, that's a good idea. I really think Rogue just like taught them a great lesson as a team. Yeah. Well, I mean, that's one way to grow, I guess, even in defeat, Lee. Yeah, in their defense, they had no chance to do it against Reunited because they just bypassed it. Reunited actually got up there and took it aggressive, and actually Cloud9 did similar. They were very aggressive. They happened to win the fight early in the first phase, and then they were on the shuttle before Complexity got the respawns in there. So it's the first time they've actually had a chance to do it. Well, Rogue, actually, they were on top of the shuttle. They had like two or three members up, and they still came up, and you said, you know what, let's go up as a group, fight, let's contest this. So we can see them growing this tournament, but if they want to continue, they're going to have to continue to grow. Right, well, gentlemen, the next map is going to be Hanamura. So let's just let that bomb drop for a second.
And let's chat about this one as well. It is Complexity's Pitweed. They managed to upset Liquid through the qualifiers on it. Huck, you first of all, any thoughts on this one going in? I mean, I want to give credit to Damon. He's been calling this, I think, since yesterday, saying that hopefully Complexity would pick this because they have picked it in the past and they've been successful. So actually, we saw Torbjörn coming out from them in the qualifiers on this exact map. So we'll see whether they do it again. Obviously, they yes. played Ono on it, and as he mentioned, Team Liquid. So it was kind of obviously they got history of picking it, but it worked out very well for them. They almost beat Envy on it as well at one point. I'm really excited to see this. The Hanamura map we had yesterday was one of the best games. We had Rogue going against Reunited. It was incredible. The time bank system worked really well. But also, there's a lot of varied strategies you can see here. But I think also in Complexity's favor, that first choke point is very popular for Roadhogs. A Roadhog and a Zarya can hold that, as well as a Reinhardt. I think it plays very well to their tanks, which is what we're seeing Complexity do a lot. Yeah, and obviously, the main thing is you got Tavik on May, which worked very well yesterday. I mean, you can call it a tropic or you like, but that wall separating the team can work very well. Well, gentlemen, quickly predictions. Just the team. We're going to run down the line as we are ready to get into game with Huck. I said Complexity. I'm sticking by them. Hopefully, they can defeat May as Bay. I think Complexity definitely has this. They're more strategic and organized, and I think Hanamura calls for that. No, Rogue are going to take it. Still going to be 2-0. Ooh, okay. The European sentiment is strong here on the desk, at least from Lee. But Hanamura may be a glimpse of hope here for the struggling Complexity. There's only one way to find out. We're going to pass it back over the desk. Gentlemen, take a seat. Így is van, foglaljatok helyet, itt vagyunk és visszatértünk, Hanamura pályával kezdünk. Láthattuk tegnap a Rogue-ot, hogy egyszerűen a Reunited ellen eszmetlenül jó teljesítményt nyújtottak ezen a mapon, és hát egy mely várható védekezőben mindenképp. És itt van velem azért, kollégám is, láthatjátok a képen, Gri. Köszönöm szépen, Veszten, a komfort. Folytatjuk, 1-0 a Rogue-nak. Kicsikét necces Gibraltár után, most Hanamura erre látogatunk. Tegnap, aki itt volt a streamen, azt tudja, hogy Hanamura egy deadly map, mely az majdnem állandó defenzív oldalon benne, főleg az első része, mint látható már a képernyőkön, ha ki tudom figyelni, már töltenek be a játékosok. És pont a Rogue játszott tegnap, ugye? A Hanamurán. Igen, ők választották a United ellen ezt a mapot, direkt egy ilyen, hát... Ez egy olyan mapa, mint szerintem igazából egy csapat sem gyakorol, és a Rogue direkt ilyen mapokat húz, hogy meglepje ellenfelét. Úgyhogy meglátjuk, hogy most sikerül-e. A Reunited itt ellenben ugye elverte őket egy ilyen döntetlen Decider map után Ilioson, de fú, hát nem sokon múlott. Hát nem sokon, főleg, hogy Timebank systemmel fogunk menni, vagyis látható az idő. Ahhoz még azért hozzáadódik, és akkor ami van. Szépen lassan elkezdik ledolgozni a játékosok, fordulgatunk. Sikerül elfoglalni mindkét félnek másodjára is, és marad is idő, akkor fordulunk ötödjére, hatodjára is. Ez a timebank system, mint mondták a kaszterek, működik. Ez pontosan az, ami ugye kompetitíven is történik ezen a pályán, kivéve az, hogyha Egel lenne az eredmény, akkor ugye a coin földobás nem lép életbe, hanem egy Decider mapot játszunk Ilioson, ha jól tudom, talán most az a Decider mapunk az Ilios. Hát vagy amiket választják. King szóval of the Hill. Igen, nincsenek most már troll pickjeink. Támadásban van egy Winstonunk, míg védekezőben Reinhardtunk, és Genji támad Tracerrel, míg Reaper és McCree védekezik. Nem képen. Látunk melyit? Amit szomorúnak konstatálok. Riddin nagyon az elején meglepetés volt, de a végül azért a játékosok megtanultak ellene játszani, és ezért nem megy metapick a mely, mert könnyen kiszámítható, amit cselekvés, amit csinál. Látjuk Torque kamerájából már oldalt be is szivárgott. Ugrott be egy JKV. BKV, azzal a Winstonnal. Reinforce gyors, de egy duplát dob nekünk. És Junko folyamatosan szokásos duplájával. Ahogy néztem, ez az enyata Junko egyszerűen nem, tehát egy kill nem, kettő minimum. Sék, meghalakám el. Talán Junkót tudnám megdicserni, mint egyik legjobb zenéjata a mai, vagy hát a tegnapi és a mai versenyen. Meg Nevix neve jut még a Reunitedból, azt hiszem eszembe folyamatosan, ha zenéjatáról van szó. Ez két srác nagyon beteg mondjára játszik.
Nem sikerült betámadnia. Nevix az Misfits-es. Jaj, most bajba lehet. Oho, Arblu meghal. Hát ez itt probléma. Ez így főleg probléma. De úgy néz ki, hogy el tudja kergetni a komplexitét Rogue. Mert picit egy hirtelen azt hittem onnan, hogy hújjaj, itt lehet baj. De nem. Nagyon jól védhető az első pont, viszont a második pont annál, annál kevésbé. És látható, hogy már azt mondom, beengedi a Rogue őket, vagy... A helyezkedés azon furcsa. És a lényegében kell, egy... hogy engedje, így van. És dőlön egy sound barrier, és JKV-nál egy Primer Rage, amit nem sokáig láttunk. Reinforce megint duplázik, és visszaverve megint a támadása a Complexity-nek. Szinte hihetetlen. Vagy már benn voltak a ponton, és nem benn sikerült. Benn is lesznek, tehát mindenképp beengedik őket, és aztán így együttes erőből beugranak oldalról, de... Most sok fog múlni Twiku-nak az akcióján. Bár most, hogyha Torque kiszúrja őt, hogy ott van, ugye ultia van már, és valami akció biztos, hogy lesz. Jön is. Jön is, de nem volt effektív, mert Transcendence mellé még shield-es is volt. Akár, mint látható, meg lesz-e... Ohohoho! Ott egy 4-es kill! Hát látható, hogy várt is, mert ott voltak a halálfejek, hogy most ott a shield, nincs ott a shield, szerintem ő is látta. De eltolta, és ott egy 4-es. Okay, igen, megint. Időben kapta már a sebzést, kiszúrták őt, hogy ott áll. Meg is halt volna, ha nem nyomja el hamarabb, de beadta a 4-est. Azt a mindenét. Ez nem volt rossz. Időközben Graviton Surge Hardblue-nak is összegyűlt. A százalék, daj Nikolász, dupla pulzbombával. A jó öreg meta kombó most gyönyörűen sikeredett, de... Ennek ellenére még nem mondanám azt, de övék a pont, lekésik a rúg róla. Nem fog késni, és... Nem sokan múlott, mert ugye 5 percet dob hozzá az időhöz? Igen. Most 5 perc 30 van, úgyhogy... És látod, azonnal a speed boost-tal sietnek, pontosan még oda tudnak érni a pontra, mielőtt fölállna a rúg. És ezt a hibát követték el tegnap, hogy nem tudtak fölállni jól védekezőben, és most sem nagyon áll, most sem állnak föl túlzottan jól. Ó, ja, de hát... Reinforce! Nem volt DPS, pedig az... Nagyon jó volt az orb, igen. Ez nagyon jó volt, az az ulti, Earth Shatter. A három ember szerintem minimum a földön volt, csak egy FPS nézőben láttuk. Így... De attól főtlen nem volt jó a DPS, nem értek ki az emberek, de lehet, hogy épp elég időt szerette arra azt, hogy visszaérjen az egész csapata. A Twiku eléggé le van még lassúva, ha az ő kameráját nézett, tehát hogy egy csomó ideig kereste, hol a Tracer, és utána meg, igen, utána is megy. És Unko fejezi be a... takarítást. Na most látod, most állnak föl igazán csak. Mert ugye végre van valaki fönt, van valaki lent, a jobb oldalt is, és ez, hát most nagyon nagy szerencséjük volt, és a Reinforce-tól nagyon jó volt az Earth Shatter, hogy föltartotta a komplexi játékosokat, mennyi majdnem beszívták a másik pont védekezését, mint ahogy tegnap a United ellen. Viszont most már innen ők vannak előnyben, nem is kicsit? Nézd meg, Onku kimegy 1v1-ezni Zariával, és megöli. Hardblue volt, benézte megint a rugdosást. Dork, vigyázni kell, de attól fog a Vince meghal, és... Hát ez véget ért. És egy felállt védelem ellen, viszont könnyedén bejön. A Complexity, amit így nem tudok hova tenni. És nézd meg, nem ér oda senki. Hát ez szép volt. Marad 4 perc, szerintem még meg tudják csinálni megint azt, hogy mind a kétszer megint elfoglalják ennyi idő alatt majd a két pontot a következő körben. A Timebank System, még egy tuti fordulunk, srácok, az ilyen... Jó, ha lejár akkor nem. Kivédekezi, akkor nem. Akkor igen. Nem, de ha elfoglalják, akkor fordulni fogunk. Idő, az most mindegy, a lejárt idő a lényeg. És olyan, hogyha most elfoglalják az első pontot, és mit tudom én, 10 szek van hátra, akkor 10 szeket van, de ha lejár az idő, és overtime-ba elfoglalod a másik pontot, akkor GG, kikaptál, mert nem, tehát nem tudod elfoglalni a másik pontot, mert lejárt az idő. Én is volt ilyen rankedő, hogy mondom, hát mondom, ilyenkor mi van, és így pff, defeat, oké, okay. Ez van. De attól főtt ez a timebank system, ez egész korrekt. Tehát így nem rossz, jó nézni is, nem megy le gyorsan, és
talán egy kis esélye van mind a két csapatnak. Én szeretem ezeket a pályákat, Honomura a kedvencem, a maga a környezet, a meghit, békés hangulat, azon kívül, hogy neki szétlövi egymást, amúgy nagyon jó. Mondjuk én meg egy jó Anubis néznék meg, arra nagyon kíváncsi vagyok. Egy jó kis templom, Anubis nem múlja fölül semmi. Azt mondanám, hogy talán az a tényleg a Wolfskájával együtt az a két legundorítóbb pálya, ez is pontosan hasonló, de valamiért a környezete miatt nekem itt tetszik. Bár jó Ázsia, meg izé jó, hagyjuk, hogy jó, hogy mostanában Ázsia. Te Ázsia men vagy. Én mostanában nagyon kedvelem, igen, ezt a légkört. Valahogy ki kéne téged izé fehéríteni, valahogy öblítőbe kéne fetrengned. Túl barna a bőrön neked ahhoz, hogy ott elfogadjanak. Ja, hát igen, sajnos. Túl sokat tapozol Miami-ba. Bár Kambodzsában elég barna bőrűek az ázsiaiak. De jó, a magyaráz meg akkor. De hát jön most a támadás, mint látható. Rúg. Rongyol befele, és egy kis komplexity, ugye oldalba lehet őket lazan támadni, ami akám sikerült is majdnem. Rés a pajzson megvolt. Twiku is megtalálja, főleg így is séket meg tudja ölni. Slippery, hazai kergetőke. Ha megnézted, a fókuszuk az a védekező zarja volt, nem sikerült leteríteni, ugye két support ült rajta. De jó lesz ez, holdalba potenciál bőven. A ulti töltöttségben sehogy nem állnak még a rúgi játékosok. Nikolás, az egy konkrét damage-et rak ki, mint láthatod, de Twiku duplázik a Genji-vel. Csunkó is tud effektív lenni, főleg, hogy megint duplázik, nem tudom, az a csávó az mit csinál amúgy, ez ilyen megnyomja a V betűt és double kill, tehát ez vagy én nem tudom, hogy csinálja a gyerek. Eszméletlen. nagyon jól cél az Unko, és szerintem úgy bőven lövi a fejeseket a gumilabdával. És mint az idő láthatjuk, azért előkelőbb, mint a Complexity-é. Kérdés, hogy meg tudják-e? Be tudnak menni a rúg? Mondjuk Dragon Blade elérhető tükünál. Le is ugrik mindenki, mint látható. Mikor jön a Dragon Blade, az itt a kérdés. De kiválja a Transcendence-eket. Most jön. Az Ariára nagyon rát. Meg is ölte. Reinforce. Dupla és... Hát ez úgy néz ki, ez ennyi volt. Ez a egy pont. Kicsit csúnyább az idő, igen. Jön a gyors vonat, pont neki ütközik a falnak, de ugye a Tracer pont odaér, de ebből a helyzetből... Itt a D.Va is eljön, és egy jó Soundberry-ák Nox-tól kijön. Jön a heggeztés, Twiku duplázik. Unko mekka a hábla által, úgyhogy nincs zenyata. És most jön egy Graviton Surge, ami eldönthet elég sok mindent. GKV egyet tud ölni. Nézzük lesz-e, de hát nem, mert hát Vince-től is eljön a Graviton. Vince duplázik, Twiku is tud egyet szedni, de még mindig megy a fight, és ott egy megy a fight. És le fogják mely... hozni most, és egyre csak fogynak a rúgi játékosok. És leesik elég gyorsan időközben Vince, de nem, de ki tudnak jönni, hát ki tudnak jönni. Complexity játékosok, már hirtelen azt hittem, hogy el lesz foglalva, de nem lesz elfoglalva. Ja, azt meg kell, nem sikerült lehúzni, ójjaj, Nikolász most probléma lehet. Mindig ott áll a ponton. Úristen, legalább négyszer wipe-oltatták le őket egymás után, hát ez eszméletlen nagy meló volt. És az idejük eszméletlen jó, tehát szerintem még kétszer is meg tudnák csinálni ugyanezt. Wow. Nem volt rossz. De az idő az, hogy is mondjam, több errorra ad esélyt a rogue-nak az ideje, mint a Complexity-é. És itt azért elkezd majd izgalmas lenni a helyzet, főleg úgy, hogy Rogue összetettbe 1-0-ra vezet. Igen, úgy tűnik, hogy lassan megjön a következő csapat, aki búcsúzik, de azért ne érjük még le őket, mert a Cloud9 ellen tegnap nagyon-nagyon rezegtek. Csak kicsit talán így be vannak még fáradva, a Rogue egy kicsivel jobban érzi a mai napot így korán reggel. Látjuk, 4 perc, 3 másodperc van a Complexity-nek. Támadni még ugye a Rogue-nak forduláskor 6 perc, 10. Ez idők közt van egy jó nagy chunk különbség.
És most pedig ott van Twiku, ott van Twiku, mellyel a legnagyobb időhúzó karakter, ami csak létezik a játékban. Szerintem amúgy meg fogják tudni defelni az első ponton. Az a legtöbb, hogy én kíváncsi, hogy sikerül-e majd ketté szakítani a csapatot berohanás közben majd mellyel Twikunak. Érdekes lesz, azt nézzük, mert tegnap is nagyon sok borsot tört, főleg így, hogy szétszakítja a csapatot megint, amely Twiku meg is hal gyorsan. És Twiku megöli, bocsánat, Torkot. És pont jókor jött a fal, megint. Ez a baj, ha egy a bejárat csak. Hát ez szép volt. Szétszakadt a csapat, és onnantól kezdve kész. Talán ez volt a taktikájuk, hogy előbb direkt nem hoztak mejt. Hogy a Complexity azt mondja, jó, tegnap trollkodtak, és most pedig behozzák a mejt, és erre nem voltak fölkészülve. Hop, megint jó a fal, de most mindenki át tud csúszni, de Joe Bystertől elköszönünk, mert Vince meg tudja ölni. Időközben le van lett fagyasztva a Zarya, de Akám duplázik. Mit hárul mondja? Gyors recovery. Tehát. Olyan fókusz volt rajta, gondolta, hogy hazamegy, de így nem. Ez így nem sikerült. Ez így nem sikerült. Annyit láttál a HP-n, hogy 320-ról 0-ra ugrott le instant. Nem lőttek rá eleget. Már a fal ki van neki rakva, innen áll. Nagyon messziről nézzük, hogy beadja most neki ugyanazt, amit előbb. Beugrik a pontra. Igen, várja a többieket, jól tett. Ugye a pulszbomban sok fog múlni most a támadóknál. Akkor azt jól tudja rakni, de még ugye fenn van a shield és Twiku. Na jó. Nagyot sebez az a jég. Nagyot páka. Áll. Ha eltalál. Nagyot sebez, hát. És még nincs sikeres támadás. Mennyire vagy otthon, de hogy így sokan panaszkodnak egy Widowmakerrel, hogy így egyszerűen nem értik, hogy így mely így lesznipolja őket kompetitíven, meg ilyenek. 75-öt sebez amúgy. Hopp, egy Graviton Surge. Látunk egy pont, nem látunk a harangtól semmit. De Joe Meister. De a Joe Meister meghalt, és ez volt a lényeg. Azért itt most mennyit mellé lőtt, tehát azért ők is hibáznak, és azért tényleg nehéz ez a játék ilyen sniper karakterekkel, hogy így össze-vissza mozognak a targetek, és csak így hát próbálod eltalálni, de hogy így nem vagy benne biztos, hogy sikerülni fog. Bár ezt ugye lehet gyakorolni, de itt most hármat mellé lőtt close range-ről, sokkal jobban lőnek a McCreek messziről amúgy, mint közelről. Az aztán megint mellé ment innen. Arblow, de jó! Nagyon jó, tényleg jó volt, és szerencsék van, hogy ez összejön. De sikerült így is ölni. De a mely fal megint brutál volt, és nem nyom el az ice blockot, na most lehetnek gondban. Most úgy néz ki, hogy Complexity-ek, de hát 30 másodpercük marad, hát ez... Az nekik mindenképp fontos, hogy az első pont meglegyen, hogy ne legyen már úgy döntetlen, hogy a rúg még el se kezdte a támadását, tehát hogy egy pont mindenképp kell a rúgnak. És ezt el lehet még vinni hosszú távú overtime-ra, ha beszaladnak a pontra, és a szerencséjük van, mert is tudják csinálni, és az lenne elképesztő. Tehát a Rue United tegnap ugyanezt csinálta. Hop, GKV. Tork is követi őt, és Nikolász is. Ez így sajnos szétvált. Három embert látunk pirossal, még 6 darab áll, 5 darab rognál. Joe Meister is gyorsan meghal, és mint látható, Shake is. Showbert time lejár, odaér! Hát JKV, levegőbe. Igazából itt most már szegények csak húzzák, tehát így ettől többek nem lesznek, de... Hát egy pontot azért behúztak 4 perc 0-8 alatt. Azt figyelem, hogy igazából a McCree játékosok sokszor nem is az egeret húzzák egy bizonyos pozícióba, hogy lőjenek, hanem a VASD-vel mozgatva vízszintesen mozognak és úgy lőnek, hogy ne kelljen az egeret mozgatni.
nem tudom, ezt észrevette, de például a mostani leugró Macri is ugyanígy lőtt. Mondjuk én rántani szeretem inkább úgy, mint a tojást. Vagy... egy jó rántott tojás. Éhes vagy mi? Tegnap voltál te éhes, amikor bemutattam én a kis elmondom, tegnap este lesütöttem mindent már ma reggelre, hogy én éjfélkor sikerült leülnöm. Mondom, sütöttem, mondom, hogy már biztos legyen az, hogy itt kopogok. Ne, annyit kell tudni a nézőknek, akik most nem tudják, miről beszélünk, hogy tegnap hát nem nagyon ettünk normális ételt, és így Green mondta kasz közben, hogy nagyon-nagyon éhes vagyok. Úristen, nem ettem most semmit, és én meg pont a pörköltet ettem, és elküldtem neki Facebookon a képet, és mondta, hogy na jól van, te sunyi, te. Azért nem ilyen szavakkal illettelek, de jó. Azt nem tűri meg a stream, azt a szóhasználatot. De meg volt egy ilyen is. Hát reggel ugyanígy 9:30-től este... mikor fejeztünk? 9-ig? 9 óra 20 környékén, a... nem úgy gondolom, ma nem fog addig tartani, bár a BO5-öknél bármi lehetséges. Hát azért sok minden eldőlhet, meg sok minden elhúzódhat, úgyhogy reinforcement... ejjj, hát az a beugrás az gyorsan vissza lett lökve. Hopp, akár már veszélyes HP poolokon. De a tracerek az eszméletlen jól játszanak, attól függetlenül, hogy most meghal, de hogy ugrálnak meg, hogy mozogolódnak. Nem is tudom, talán ki a best tracer nálam ezen a rendezvényen. Játvizsgálom a neveket. Valutaja például egész jól szok, vagy bocsánat, igen, Valutaja szokott Macri, vagy tracerezni. De igen, itt mondják is a cseten, például Nikolász jól játszik, Twiku is elég nagyokat szokott játszani Tracerrel. Genjivel is, meg Reaperrel is. Tehát most hát egy univerzál DPS. Mutatjuk azt. Hop, hop, egy... akrit látunk. Hát Thornak ugrania kell gyorsan. Pozícióba. Hopp, hopp, Twiku, eddig 3 kill! Aj, de szép, és még csak most jön ki a... Die, 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 meg mellé Graviton Surge, és 4 kill lett a vége Twikunál. Nagy gondban van a Complexity most. A 4 perc, 20 másodpercig kell védenünk majd a következő pontot, ami azt mondom, hogy hát... nem lesz túl könnyű. Valamit be kell dobni a fűszeres tába, mert ez... 4 percig egy rógot tartani a Hanamura 2-es pályáján, mivel akkor egyszer berongyolnak, amíg most volt idejük felállni a Complexity-nek. Rendesen. Látható már. Kicsikét föl borulva a helyezkedés, de most már Complexity 2-ese 3-assal kezd. Hard Blue is divával úgy néz ki ezen a részén, nagyon szereti megjátszani. És lesz neki bombája, amire újra visszaérnek a rúgék, és ezen a mondhatni nyitott térségben nagyon jól lehasználható a Nerf Disc bombája. Még kicsit vár, rog, hopp, meg is mindul. Egy jó Graviton Surge, és mellé egy... volt JKV-től egy Earth Shatter. Megy az adok kapok, de a rog megint rosszabbul járt ezzel. Nem, főleg, hogy Twiku talán kiegyenlíti a hátrányt, főleg így, hogy egy duplázik egyet. Ott lehet a tripla Complexity, és az 4 kill, jól látom. Twiku, deadly az a Genji-vel. Azért igazságtalan ez a pálya, a védekezők szinte a pontra élednek, és többször megölni támadóként őket nagyon nehéz. Most talán ez a Transcendence az tud segíteni benne, főleg hogy JKV is meghalt, így nincs tank. Nézzük. Én nem tudom, de én nem tudom, hogy fogok-e MVP-t választani majd. Mármint a kollégák választanak-e MVP-t majd.
a mérkőzések végén, mint ahogy ilyen komolyabb sporteseményeken is szoktak, de ennyi. Tviku, 2-0 Rógnak. Complexity búcsúzik a mai, meg a holnapi, meg mindentől most. Ennyi volt nekik mára ez. Hát eddig a Team Dignitástól és a Cloud9-tól köszöntünk el. Még hátra...